Tisztelettel köszöntelek benneteket, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Kiskunfélegyházi Fidesz tagok, kecskeméti fidelitásosok, a környékbeli települések polgármesterei, Fidesz elnökei, és tisztelettel köszöntöm köztünk Kubatov Gábort, a Fidesz országos pártigazgatóját, képviselőtársamat, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, a Fidesz iroda átadása, az remélem méltó a hely, és akkor arra kérlek, hogy akkor egy pár gondolatot osszál meg velünk, és hagyjuk át. Főleg két dolog miatt nem, hogy zöld a Rácsa Fradi miatt, és a... Én köszönöm a megtisztelő meghívást, nekem a szívemnek az egyik fele Bácskai, mert az én édesapám egy Bács-Szentgyörgy nevű világvárosban született, ami itt a határszélen van, és amikor erre felé kell jönnöm, akkor mindig örömmel teszem. A Fidesz irodát megnyitni az mindig egy öröm, főleg egy olyan városban, ahol most már két Fidesz iroda is létezik. Egyik a választókerületnek a központja, a Lezsák-Sanyi bátyámnak a munkájának a segítője, másrészt meg a helyi Fidesz csoportnak lesz egy külön irodája, ahol itt a helyi munkát lehet végezni. Amikor iroda megnyitásra kerül a sor, akkor mindig az jut eszembe, hogy évek óta próbáljuk a politikát úgy megváltoztatni, hogy közel kerüljünk az emberekhez. Hogy ne azt érezzék a városban lakók, vagy az országban velünk élő emberek, hogy a fejük fölött döntünk, hanem hogy tudunk úgy dönteni, hogy közben kikérjük a véleményüket. Erre jó az a számtalan konzultáció, amit a miniszterelnök most is, meg előtte is, amit tettünk. És erre jó egy Fidesz iroda is, hogyha valakinek valami problémája van, akkor be tudja jönni, és el tudja mondani. Ez talán nem annyira oficiális, mint amennyi egy polgármesteri hivatalban bemenni egy polgármesterhezet a fogadórára bekérdezkedni, hanem itt, ha mindig nyitvatartás van, akkor ide be lehet jönni. Krisztiánnal beszélgettünk, és talán köztünk egy kicsit több is van, mint egy képviselő és képviselő közötti kapcsolat, mert én nagyon jól emlékszem arra, amikor Lezsák-Sanyi bátyám a Krisztiánt a figyelmembe ajánlotta annak idején. És volt olyan kedves elmondani, hogy itt van egy srác, fantasztikus végzettségekkel, ritka koponya, iskolát igazgat, és hogy tipikusan az az ember, aki nem tudja feladni a küzdelmet. Ezért jövök mindig hozzá szívesen, mert a Krisztiántól is ezt megtanulni, ez egy hatalmas dolog, hogy nincs olyan dolog, amit föl lehetne adni az életben. Amikor beszélgettünk most, akkor az derült ki számomra, hogy a város körülbelül olyan helyzetben van, mint a hazánk. Hogy itt, nem is tudom, talán 20 év után sikerült a várost fideszes irányítás alá szavaztatni, vagy a választók úgy döntöttek, hogy végre mi tudjuk irányítani ezt a várost. És a Krisztián ugyanazt találta ebben a városban, mint amit mi találtunk a hazánkban. Itt 20 év alatt, ott 8 év alatt tették úgy tönkre a várost, ahogy a hazánkat is tönkretették. Egy bődületes adósságállománnyal vette át, és tulajdonképpen későbbi víziók nélkül. Most úgy látom, hogy az adósságállomány az lecsökkent több mint a felével, ami egy óriási dolog. És mielőtt jöttem ide, azért készülgett az ember, és kérdeztem tőle, hogy Krisztián, milyen fejlesztés történt a városban, hogy van-e valami, hogy egy-két dolgot el tudok-e mondani, és a Krisztián adott a kezembe egy újságot, amiben pontosan leírja, hogy mennyi minden történt. És én nagyon sok helyen látom, hogy mennyi fejlesztést lehet elvégezni, és azt látom, hogy ebben a városban az átlagnál sokkal több dolog történt. Az a kérdés, hogy ez elég-e? Nem, soha nem elég. Nyilván a Krisztiánnak is van az elkövetkezendő 10 évre egy terve, a miniszterelnöknek is nyilván van az elkövetkezendő 10 évre egy terve, hogy mit szeretne csinálni, és arra nem elég, hogy mondjam, arra nem elég két esztendő. De hogy itt komoly munka folyik, az kétségtelen. Az a kérdés, hogy ezeket a nehézségeket azokat el tudjuk-e végezni úgy, hogy itt oda tudunk-e figyelni annyira egymásra, hogy a város irányítása nem csúszik ki a kezünkből. Ez egy nagyon lényeges pont, ugyanúgy, ahogy a frakcióban is. Azt szeretném fölhívni csak a figyelmüket, hogy mióta 263-an képviselők vagyunk, azóta egyetlen egy kétharmados szavazás nem bukott meg a parlamentben. Azért ez egy nagy dolog, amikor mindenkinek ott kell lenni, nem lehet beteg, nem lehet elutazott ember, nem lehet olyan, akinek mondjuk a miniszteri, államtitkári vagy miniszterelnöki feladatai egyébként máshová
máshová szorítsák. Ezt a fajta összetartozást, ezt szeretném ajánlani mindenkinek ebben a városban, hogy próbálják megtenni ezt a dolgot. A Krisztiánt úgy látom, hogy az emberek megválasztották egy demokratikus választáson, és abban reménykedem, hogy majd a következő választáson is meg tudja méretni magát, és ebben az emberek észre fogják venni, hogy ez a város valóban szép. És én végezetül egy dolgot szeretnék mondani, ami összefügg egy kicsit összefügg a tegnapi békemenetel, erre a városra is ki lehetne írni minden tekintetben, hogy nem maradunk adósok. Ezt mindenki értse úgy, ahogy gondolja. Tehát a több értelme is van, mindegyik vonatkozik mindenre. Mi nem maradunk adósok. Köszönöm szépen, tisztelt még egyszer a megtisztelő meghívást, és ha jól értettem, el kell vágni. Természetesen Kiskunfél Egyházának Petőfi borával, hiszen az alföldi bor Petőfi Sándor városa vagyunk. De van egy személyre szabott ajánlatom, sokat dolgoztunk vele, sok szállításon túl. Tekintettel, hogy focizunk, és a Gábor 1966-ban született, amikor is labdarúgó világbajnokság volt, ezért szerettem volna az 1966-os labdarúgó világbajnokság bélyeggyűjteményét megszerezni, beszereztem, és szeretném neked átadni. Szeretettel, hogy kicsit a kardinázat. Erőre jelezném, hogy nem érdemlem meg, de majd próbálom elszólni. Köszönöm szépen. Lesznek bejönni szétnézni egy kicsit. Jó, köszönöm szépen.